Az utóbbi időben a kriptovaluták árfolyamának súlyos eséséről lehetett hallani a médiában, többen már a kriptopénzek vesztét vizionálták, de hogy megértsük, hogy mi is történik pontosan a piacon, először nem árt megismerni egy kicsit a kriptovaluták történetét és hogy hogyan működnek, ebben lesz a segítségünkre két szakértő vendég. Nagyon sok szeretettel köszöntöm így Zoomon keresztül Varga Pétert és Kardos Sándort, a Kriptoda alapítóit és kriptovaluta szakértőit. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket itt a Hit Rádióban. Remélem hallottok és láttok is bennünket. Igen, mi is üdvözöljük a hallgatókat. Köszöntünk mindenkit, sziasztok! Szuper, mi nagyon jól látunk és hallunk is benneteket, akkor vágjunk is bele. Szóval megmondom nektek őszintén, én nekem fogalmam sincs, hogy miről is szól a kriptovaluta, eszik-e vagy isszák ezt, az egészet kicsit olyan megfoghatatlan, nehezen érthető egy ilyen laikus számára. Úgyhogy akkor kezdjük is a legelején, hogy mikor, hogyan alakultak ki a kriptovaluták, mi hívta őket életre? Egy rövid bemutatkozást akkor tényleg csak egy percbe, ugye, hogy Satoshi Nakamoto, akit ugye nem tudjuk jelenleg, meg nem is fogjuk már tudni, hogy ki volt ez egy csoport vagy egy személy, 2009-ben a világgazdasági válság után megálmodta, hogy ezt a jelenlegi pénzügyi rendszert nem lehet így ebbe a formába fenntartani, és szeretett volna egy teljesen különálló kriptográfiai alapokon és egyben blokklánc alapon létrehozni egy új pénzügyi tranzakciós rendszert, ahol lényegében ki tudjuk hagyni a harmadik szemét, ez a bankrendszer, és itt elmondanám, hogy a blokklánc technológia mindennek az alapja, de nagyon kevesen ami a Pollódon is rajta van, ugye ez a blockchain. Így van, nem a reklám helyezzel, nem reklámozok semmit, itt magát a technológiát kell, de a Shaping the Future of Trust, tehát formáljuk a bizalom jövőjét, mert azt vettük észre, hogy embertársainkban már nincs meg az a bizalom, de szintúgy a bankrendszerben sem, ezért úgy éreztük, meg úgy érezték a nagyobb fejlesztők, akik a Ethereumot is és a Bitcoin hálózatát létrehozták, hogy ezt jó lenne valami technológiai automatizálásra bízni, és valami együttes rendszert elérni, és ezen mozgatni a pénzügyi tranzakciókat, ami persze a bankoknak nem nagyon tetszik. Tehát mondhatjuk, hogy az egésznek a kiindulási alapja az lehetett, hogy az embereknek elegük, vagy legalábbis egy körének elegük lett a bankokból? Igen, és ugye ez lenne a legfontosabb ebbe a kriptóvilágba, hogy ne legyen szükségünk arra, hogy valakibe megbízzunk, hanem a pénz, mint digitális, egy digitális formában létezzen, és higgyük el, vagy tudjuk azt úgy használni, akár a PayPal nélkül, hogyha én azt elküldöm valakinek, akkor azt senki ne tudja megakadályozni, hogy a másik azt elfogadhassa, illetve milyen tranzakciókat lehessen vele csinálni. Itt igazából egy ilyen az utóbbi 100 évben mondjuk nem fejlődött szinte semmit a pénz ehhez képest, és ugye már fejlődött az összes iparág, elment a digitalizált térbe, tehát ugye a kereskedelem áthelyeződött az internetre, a média, és egyedül a pénz, ami az egész gazdaságnak az alapja, a vére, az viszont még mindig pár embernek, vagy pár cégnek a szabályozásaitól függött. Igen. És akkor ezt most már a bankkártyák megjelentek, tehát azért a digitalizálás valamennyire azért csak elkezdődött, nem a pénzvilágban is. Az csak egy módszer. Most, hogyha én azt mondom, hogy holnaptól nem érvényes a kártya, akkor az, vagy itt és ott nem érvényes, akkor, amit meg is tettek pénzt, és nem tudom használni. Igen. Így van. Meg is tettek ebben a háborús helyzetben most, ugye a szankciók alapján. A SWIFT rendszerből ki lehet zárni bárkit. Tehát a Bitcoin rendszerből nem lehet kizárni senkit. Tehát na várjunk, az internet kell hozzá, tehát ha nincs internet, akkor ez nem működik, nem?
Így van, de az internetet nem lehet már kikapcsolni, ha azt vesszük, mert akkor az elektromos energiát kell hálózatokon lekapcsolni. Tehát azt szoktam mondani, hogy a blokklánc csak akkor tud megszűnni, hogyha az elektromosság is teljes mértékben megszűnik a bolygónkon. Hát igazából egy sima pendrive-on, tehát egy hardware walletten, vagy még akár egy sima papíron is lehet tárolni bitcoint. Tehát így ez van. Egy elég érdekes dolog, és amint visszatér az internet, akkor lesz megint bitcoin. Tehát olyan nincs, hogy ha én nekem van egy bitcoinom, azt bárki el tudja venni. Az örökre az enyém, ha nem adom el. És ez az óriási erő, hogy ez egy hatalmas értéktartó dolog. Nagyon izgalmas. Én megmondom őszintén a megszületésénél, ugye ha jól tudom, ugye a bitcoin volt az első kriptovaluta. Azt nem értem így a megszületésénél, hogy valakinek oké, kipattant az agyából, hogy akkor csinálok egy ilyen digitális pénzt, de szóval, hogy mitől kezdett el ez működni? Mert ha én itt Budapesten kitaláltam volna, attól még nem biztos, hogy emögé érték is társult volna. Tehát mi az, amitől így ráharaptak az emberek, és tényleg ezért így értékké válhatott az egész? Volt hozzá egy, úgy mondom, egy útmutató, hogy mi ez egyáltalán, ez a white paper, és aki erre rátalált, illetve elkezdtek róla beszélni az emberek, azok elkezdhették bányászni is. Tehát megvolt az alapja, a háttere az, hogy juthatok hozzá. És mondjuk ebbe az időszakban még ez csak egy kísérleti dolog volt, olyan, mint hogyha mondjuk mint amikor az aranyat elkezdték bányászni az emberek, hogy ez így érdekes, de mondjuk, hogy valaki azt mondta, hogy ez fénylik, nekem ez értékes, én elkezdem bányászni, és utána meglátta a többi, és ő is azt mondta, hogy igen, ez nekem is értékes, és én is elkezdtem. És ez a lassú bányászás, illetve a lassú gondolat, vagy az elmélet, hogy ez egy érték, ez kezdett el lassan értéket adni ennek a bitcoinnak, illetve aki kibányázta, az egy idő után már azt mondta, hogy én már nem adom olcsóbban, mint az az áram, mint ami bekerült. Uh-huh. Tehát ez egy digitális bányászat, ugye? Csak hogy értsük, ami mögött kézzelfogható érték nincs, mert az aranynál ugye van, azt meg tudom fogni. De van. Mert a Facebook profilunkat se tudjuk megfogni, bocsánat, meg a LinkedIn profilunkat se, meg a TikTok profilunkat, ugye minden digitális térben van, de még a bankszámla számunkon a tranzakciónkat, vagy a balanszunkat, az egyenlegünket se tudjuk megfogni. Itt nem az a lényeg, hanem a kereslet, kínálat és a belerakott munka. Tehát a bányászok, a fenntartók, a validátorok komoly energiákat fektetnek bele, tranzakciókat hitelesítenek, és itt jön létre az érték. Tehát régen az volt a munkának, vagy az értéknek a fogalma, hogy mennyi munkát öltünk bele. Tehát van egy malom, járnak körül a lovak, és örlik a búzát, akkor ott a lisztnek az ára attól függ, hogy mennyi lovat és mennyi energiát fektettek bele. Tehát ez a legegyszerűbb módja megérteni az értéknek a fogalmát, és hogy a bitcoin miért értékes. A másik, a legfontosabb a kriptográfia. Tehát rájöttek az emberek, hogy ez egy tényleg fantasztikus dolog, mert titkosítva lehet úgy küldeni pénzt, mely egyben kronológiailag visszafordíthatatlan, tehát nem lehet módosítani a tranzakciókat visszafele, mert nem tudtak csalni. A másik fontos tényleg, amit Sándor is említett, hogy bárkinek bárhova küldhettem. Ha készítettem egy valetet, akkor nem tudta megakadályozni, és ez olyan szabadságot adott, elsősorban ugye a dark interneten terjedt ez el a fejlesztői körbe, mert rájöttek arra, hogy úgy tudunk értéket cserélni, hogy nekünk nincsen szükség semmilyen, hogy is mondjam, ID-ra, azonosításra, tehát anonimus módon is tud működni a bitcoin. Uh-huh. Akkor arra kérnélek benneteket, hogy amennyire lehet érthető módon magyarázzuk már el, hogy ez az egész bányászat, mert akkor, ha jól értem, egy ilyen bányászattal indult így a bitcoinnak az értéke is, illetve ez az egész blockchain-nek mi a lényege, hogyan működik ez? Maga a fenntartó rendszer az a bányászat. Tehát az, hogy nem az OTP-nek, most vegyük így mondjuk, OTP-nek vannak számítógépes, amikor bemegyek a fiókba, ott látom a számítógépet, azon a
ügyfélszolgálatosa az elkezdett nyomogatni valamit, és akkor az én számomat, mondjuk az én számlámat létrehozza, a fiókomat, ez felmegy az ő rendszerükre, de én onnantól kezdve semmit nem látok. Ezzel szemben a blokklánc, ez úgy működik, hogy én vagyok, bárki lehet egyébként, ha beindítja a számítógépét és futtatja ezt a programot, bárki lehet ez a rendszernek, ennek a rendszernek a tagja, és hogyha én akarok csinálni egy fiókot, akkor a számítógép előtt ülve létrehozok egy fiókot, egy tárcát, és igazából aki bányászik, ez idézőjelbe, az hitelesíti az, hogy az ő gépét használom, meg az ő ezt a hálózatot használom arra, hogy a blokkláncnak a rendszerén jöjjön létre ez a hálózat, az OTP, vagy bármilyen más banki szolgáltató, vagy cég engedélye nélkül. És ez itt a hatalmas dolog, hogy a közösség működteti az egészet, és ők a bányászok, és amikor én nekem van egy számlám, a mondjuk felhőnek is lehetne akár mondani, és akkor ott, hogyha ott van egy fiókom, azt úgymond a sok többi embernek, akik természetesen ezért díjakat kapnak, azoknak a hardvere, azonnak a számítógépe tartja fent ezt az egész rendszert. Tehát amikor azt mondják például, hogy a blokklánc, illetve a bitcoin milyen káros a környezetre, akkor össze kéne ezt hasonlítani például a bankrendszer összes létező számítógépével, az összes szerverfarmjával. És épületeivel. Mert a fűtés, a amortizáció és minden más, ez mind-mind a költsége a bankrendszernek. Ezzel szemben a bitcoint a lehető legmodernebb technológiával frissítik mindig a bányászok, mert ő nekik az nem éri meg, hogy 30 éves gépet vagy 10 éves gépet is akár használjanak, hanem nekik a legfrissebb technológia kell. Uh-huh. Ezért is nagyon fontos az, hogy ki mit mond, és hogy ezt nem mindig kell, tehát ez nem mindig kell elhinni feltétlenül azt, vagy úgy a megfelelő kontextusban kell vizsgálni természetesen. Annyit még hozzátennék, hogy bocsánat, visszatérek megint a blokkláncra, hogy ugye ezt a fogalmat is tisztázzuk, hogy ez egy elosztott adatbázis, ami folyamatosan növekvő adatblokkokból álló listát próbál hitelesíteni. Tehát itt ez egy folyamatos loop, van benne egy rendszer, egy folyamatosság, kriptográfiailag titkosítható, ahogy említettem, de ettől függetlenül a tranzakciók teljesen publikusak. Tehát vissza tudjuk követni, hogy ki, mikor, mennyi összeget küldött hova. Tehát ez nagyon fontos. És a kronológikusság. Tehát azt én nem merném megmondani, hogy még nem történt olyan a világban, hogy egy bankrendszer visszament az időbe, és meghamisított egy adatbázison egy bejegyzést, valami pénzmosást elvégeztek, amiről mi nem tudunk. Tehát ezt már a blokkláncban nem lehet megtenni. Tehát ez lenne a legfontosabb, hogy maradjunk a decentralizáltságon. Ez a technológiai adaptáció sajnos nagyon lassan halad, mert ezekhez tényleg szükségesek bányászgépek, hogyha proof of work, tehát ez a olyan koncepción haladunk, ami a videokártyás bányászatot támogatja, hát nem mindenkinek van lehetősége beszállni, mert régebben lehetett bányászni akár egy laptopról is, de manapság ezek már majdnem egy szobaméretű gépnek minősül, aminek tényleg nagy az áramigénye, fűt, zajos, hangos, tehát nem mindenkinek. De nagyon ajánlom. Nehéz elképzelnem, hogy most akkor mit is jelent ez a bányászás a digitális világba. Tehát, hogy ezt akkor egy mezei ember, aki annyira nem ért így az informatikához, az képes rá? Hát Sanyi, mit mondasz erre? Ha megvan a megfelelő hardverem, illetve akár segítséget kér a közösségtől, valószínű, igen, meg tudja csinálni, és van rá lehetősége. Tehát, hogyha akarok, akkor tudom csinálni. Ha már csak a megfelelő hardware és technikai szükséglet van meg, de hogyha azt tudom teljesíteni, akkor
senki nem tart de vissza. De ezt úgy kell elképzelni, hogy szörfözök a neten, és keresek egy kriptovalutát? És egyszer csak rálelek, ó, itt van, és akkor hurrá? Tudom, hogy nagyon laikus a kérdés. Nem. Tehát, hogyha a Hitrádiónak a szervereit be tudjuk állítani, szóljatok, segítünk. Igen. Pár videókártyán lehetséges a bányászat. Tranzakciókat hitelesítünk. Tehát egy tranzakció hitelesítése abból áll, hogy kriptográfiailag próbáljunk enkriptelni, tehát kibontani egy adatcsomagot, és ez a titkosításnak a feloldásához elég komoly számítási teljesítmény szükséges. És aki elsőnek fel tudja oldani ezt a titkosítást, akkor az blokk jutalomba részesül. Tehát itt nem csak az, hogy durkálok az interneten, és akkor mint régen megtaláltam az aranyat, itt azért csákányozni kell, tehát kutatni kell, de ezt nem ember végzi, hanem egy számítógépes algoritmus. Tehát nem tudom, hogy... Igen, matematikai feladványok vannak, és akkor azt kell megoldani, és ezek ugye egyre nehezebbek, minél fejlettebb a blokklánc, ezért kell, vagyis a, hát igen, a blokklánc, a kriptó, ezért van az, hogy idővel egyre kevesebb, ja, és egyre kevesebb jutalmat kap a, igen, ez fontos. A rendszerben bányászó, aki ezeket a... ezeket a rejtvényeket megoldja. Ah, tehát akkor rejtvények vannak, amiket meg kell oldani. Na, ez, igen, ez fontos. Igen, és még annyit hozzátennék, hogy amit Sándor említett, hogy egyre kevesebb a jutalom. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb a rendelkezésre álló bitcoinok száma. Tehát, hogyha alacsony a készlet, és nagy a kereslet, akkor ez valamilyen szinten az árat pumpálja. Most itt az olaj-gáz esetén is, ugye visszafojtották a teljesítményt, nagy a kereslet rá, Covid után vagyunk, mindenki próbál haladni, mozogni, mozgás van a világba, nyaralnak az emberek, tehát itt az hozta fel az olajnak, a gáznak az árát is, ugye, mert a kereslet kínálat nincsen egyenlően. Itt a bitcoin esetében is, ami a műsor szól lényegében, hogy az első kérdésekre egy gyors választ, hogy mi történik a kriptovaluta piacon, hát most a post-covid hatása, a recesszió, az infláció, a pánik hangulat ugyanúgy befolyásolja a technológiai cégeknek is hát az ilyen befektetési kedvét. Tehát most nem hiszem, hogy ezt a kevés megtakarított pénzét a kis felhasználóknak most egyből bitcoinba fogja rakni, hanem inkább elmegy nyaralni. Tehát amikor a Covid volt, akkor tudjuk jó, hogy azt hiszem stimulicsekkeket nyomtattak Amerikába, és megmondta több fiatal, hogy ő csak azért is azt az $1000 bitcoinba fogja rakni. Nem erre szánták a pénzt a Trumpék, hanem azt mondták, hogy ebből a családodat lásd el, keressél munkát, és tartsd fel magadat. Hát ők inkább bitcoinba pumpálták a pénzt. Tehát van, amikor a pénz beáramlik a kriptovaluta piacra, meg van, amikor kiáramlik. Tehát most a kiáramlást láthattuk, de ez ugyanígy így van. A Netflix, a Meta, a Tesla, de nagyobb technológiai cégeknél is meg kell nézni. Az S&P 500 és a kriptovaluta tőzs, de mindenhol egy esést élt át, tehát itt nem szabad csak a bitcoint hibáztatni, nem ő tehet róla, itt spekuláns emberek vannak a rendszer mögött. Na majd még erről az árfolyam változásról kérdezlek benneteket, de akkor még egy kicsit térjünk vissza az elejére, hogy most már gondolom számtalan ilyen kriptovaluta létezik, mennyi egyébként is, és mit múlik az, hogy valami népszerű lesz, beválik, rácuppannak az emberek, valami meg gondolom nem jön be. Tehát, hogy ez így mind múlik alapvetően, és most mennyi valuta forog így a piacon? Csak egy gyors számot mondok, mert előttem van, 19.991. Az nagyon sok. Igen, de erre szoktam azt mondani, hogy a cégekből is annyi van a földön, hogy elképesztő, és mégiscsak néhány lesz ugye nagy. Itt mindig egy-egy megoldásra, hogyha egy választ tud, egy problémára, hogyha választ tud adni egy kriptó, illetve a technológiai megoldás, az ugyanolyan versengés van, mint bármi másban, és hogyha amit az emberek is ugye elfogadnak, az mondjuk úgy, hogy nyer. Mondjuk az előző ciklusban, ott például a... mondjuk 70% a kriptóknak teljesen más volt az első top 10, mint most. És szemben a bitcoin, az például, tehát minél többet vagyok benne ebbe a kriptóba, én azt látom, hogy annál jobban tényleg a bitcoinba, ha valaki nem akar ezzel különösebben foglalkozni, akkor
az nyer. Tehát mindig a bitcoint akarjuk legyőzni, és az altok is, ugye, tehát az altoknak nevezik az összes többi kriptót, ez az összes többi megoldást, de mivel minden folyamatosan fejlődik, ezért a bitcoint nagyon nehéz legyőzni. Lenyomni bármelyik. De mitől lett kriptónak. Ő a legjobb? Mitől lett ő a legnépszerűbb? Mivel tud többet, mint a többi kriptovaluta? Ő nem... tehát ő abban a legjobb, hogy ő benne van a legnagyobb bizalom, és ő az egyedüli, amelyiket láthatóan decentralizált. Tehát így van, tehát nincs mögötte cég. Igen, nincs mögötte cég, bárki beleszállhat, bárki működtetheti, és bárki bányászhatja. Ezt eleinte ugye itt az érték megőrzés volt a cél, tehát egy digitális értéktartást próbáltak elérni ezzel a bitcoinnal, utána jött az Ethereum, és az, hogy legyen valami funkciója az aktuális digitális pénznek, és akkor az Ethereum az egy olyan megoldás lett a kriptók között, hogy elosztottan, bányászhatóan, de ez egy programozható pénz. Tehát, hogyha nekem azt akarom, hogy mondjuk tudjak váltani, akkor létre tudtam hozni egy digitális elosztott váltót, és oda valaki be tudta tenni a pénzét, és át tudta váltani az Ethereumot, vagy a Bitcoin-je, nem pont a Bitcoint azt egy érdekes módon, de át tudta váltani az aktuális kriptóját fiat valutának megfelelő stabil coinba, és oda-vissza. És különböző funkciókat adtak, azokat a dolgokat meg tudták csinálni a fejlesztők, vagy az emberek végre decentralizáltan, illetve a digitális térben, amit a banknál is megtudok, hogy kamatozik, hogy váltom. Igen, tehát ilyen dolgokat tudtunk csinálni, de a bitcoin viszont folyamatosan fejlődik, és most már elért oda, hogy például a Lightning Network-kel sokkal olcsóbb utalni, és ezért ez egy hatalmas előnye a bitcoinnak, hogy igazából én azt látom, hogy idővel úgy is fel fogja venni a legjobb funkciókat, és tehát hogyha mindenki a dollárhoz képest nézi csak a kriptóknak az árát, de hogyha a bitcoinhoz nézzük, akkor viszont nagyon nehéz a bitcoint bármelyik kriptovalutának is lenyomni. Aha. Igen. Igen, kiegészítenéd még? Egy gyors hozzászólás, ugye, hogy az értékteremtés a fontos. Tehát, amit itt a Sándor említett az Ethereum esetében, lehet, hogy a hallgatóknak nem annyira tiszta, tehát ő most jelenleg a második, tehát ő a kis testvér, ugye a kriptovaluták édesanyja mondjuk a bitcoin, de az olyan szinten egy buta kriptovaluta, ha azt nézzük, mert ő az értékteremtést és az érték rögzítést tűzte ki célul, de a programozható pénz kategóriára nem volt még megoldás, ez az Ethereum. Egy okos szerződések futnak, úgy kell elképzelni, mintha egy programozó megír egy programkódot, és egy e-mailbe én azt elküldöm egy másik félnek, és abba bele van írva, hogy ha megérkezik, akkor küldjön ide 10%-ot, oda 30%-ot, és küldjön nekem vissza 2%-ot jutalomnak, mert én elküldtem az e-mailt. Tehát itt vannak különböző algoritmusok, amik futnak, és azt kell megérteni még, hogy itt minden cég, hát 90%-on kriptovaluta piacon technológiai startup. Tehát ne úgy tekintsünk rá, mint valami spekulatív eszközre, hogy gyorsan meggazdagodunk, mert akkor az lesz, ami most is történik, hogy az emberek kiveszik a pénzüket, csalódnak benne, vagy különböző MLM rendszerekbe rakják a pénzüket, de a kriptopiac nem erről szól. Hanem akkor miről, és egy fontos ponthoz érkeztünk el, hogy egyáltalán kinek való szerintetek ez a kriptovilág, kinek érdemes kriptovalutát vennie, milyen célra? Hosszabb távú célra. Ez gyors, rövid válasz. Igen, és például értéktartásra, a legtöbb ember értéktartásra használja, de most már egyre jobban és egyre több Web3-as megoldás kezd kialakulni. Itt például olyanra gondolok, hogy mint amikor a Facebook, tehát ez a, ugye eleinte az interneten is például arra használtuk az internetet csak, hogy pár ember beírt oda valamit, és
kész, egy egyirányú kommunikációra. Utána jött az, hogy erre elkezdtek válaszolni az emberek, ez a Web 2, illetve elkezdték ők is feltölteni a videót, vagy tartalmat gyártani, most is ezt csináljuk, és most jön a hármas, a Web 3, amikor már nem egy-egy Facebooknak csináljuk, vagy nem egy-egy blog oldalra, vagy egy újságba írunk, hanem most már az van, hogy a közösségi elosztott felületen tesszük ki a videónkat mondjuk, és akkor így a YouTube például nem tudja megakadályozni azt, hogy ezt feltegyük, vagy nem tudja letiltani, tehát ez már a következő használhatóság, de ez a Web 3, de a legtöbb embernek egyenlőre szerintem értéktartás. Például most el vannak száva ugye a ingatlan árak, elég igen, komolyan, ezt sok ember nem teheti meg azt, hogy az ő fizetéséből mindig vegyen egy kicsi részt abban az ingatlanban, viszont azt meg tudja tenni, hogy mindig egy picike bitcoin részletet vesz, vagy ethereumot, vagy amit ő akar, aminek ő utána jár, és ez ugye ez mindenkinek, ez a másik, hogy végre az embernek meg kell érteni, hogy a saját pénz az a saját felelőssége, és utána itt a blokkláncon senki nem felelős semmiért, csak én. Mindig ez az első. És hogyha én úgy gondolom, hogy ezt a pénzt a bank helyett én szerintem a dollár vagy a forint helyett én ezt szeretném valami olyan megoldásba tenni, ami hosszú távon a Web3-nak az alapja lehet, vagy feltétele, akkor én szerintem az az egyik legjobb, mondjuk bitcoinba beletesz az ember, és akkor az úgy ott gyarapodik. Mindig csak mondjuk 1000 forintot teszek be, és ezt meg tudom tenni. És ez itt a hatalmas dolog ebben a jelen helyzetben, hogy ehhez se az OTP-nál nem lesz szükségem, meg se be nem kell mennem sehová, hanem otthonról én ezt meg tudom csinálni. Igen, csak mi a garancia arra vonatkozóan, hogy hosszú távon ez egy jó befektetés lesz? Mi van, ha 10 év múlva az egész befutcsol? Hát a bankok esetében sincs garancia, mint tudjuk. Nincs. A visszatérve az alapkérdésre, hogy kiknek ajánljuk, én most már lehet változott a véleményem az elmúlt 2 évben, de maradjunk azoknál, akik tényleg technológiai rálátással és valamilyen minimális technológiai készséggel rendelkeznek, tehát azért minimális angol tudás is szerintem szükséges. A legfőbb probléma, hogyha magyar oldalokon keresztül próbálunk kriptovalutát vásárolni, akkor azt tudjuk jó, hogy azért azok még mindig rajtuk keresztül folyik, nagy részük centralizált. Tehát ha itt valaki nem ért valamit, és van egy rossz fordítás, mi is ezért a kriptodánál próbálunk nagyon jól minőségi szinten fordítani, meg sokszor ugye ezeket az angol szavakat, mint hallottátok, próbáljuk magyarosítani, csak nem mindig sikerül, hogy nagyon könnyen félrevezethetőek az emberek. És az a véleményem, hogy ami most történik, hogy mindenki bitcoint, vagy mindenki kriptovalutát vásárol vakon, az nem a legjobb megoldás, mert ők csak azt nézik, hogy ha nem is bitcoin, csak más kriptovalutát, mi ez a rövid kis elnevezés, ugye 3-4 betűből állnak ezek a kriptovaluta startupok, és van egy logójuk. Hát egyik ismerősöm csak azért vásárolt, mert szép kutyás logója volt, és szereti a kutyákat. Tehát ez a szomorú benne, hogy az emberek nem nézik a technológiai hátteret, a háttértechnológiát senkit nem érdekel. Hát mert nem értünk hozzá, akkor mit nézzünk? A white papert, tehát ez a... Az mi? Az mi? Az egy technológiai leírás a cégnek a céljairól, az algoritmus futtatásáról, milyen értékteremtés történik, hogy működik az egész rendszer, hogy allokálják a különböző pénzügyi asszetteket. Ez nagyobb esetben könnyebb megértést ad. Tudom, nagyon bonyolult elsőnek ezt így felfogni, de képzeljük el, hogy addig én nem nyitok bankszámlát az OTP-nél, amíg el nem olvasom a 10-20 oldalas szerződést. Szerinted tudom, van, jó, aki elolvassa? Nem, őszintén. Senki nem olvassa el, tehát tudom, jó, de ott legalább ennyi szempontból a banknak az előnye, hogyha ott véletlen mellé utalunk valamit, akkor megkönnyörülnek rajtunk is, visszaküldik a pénzt. Na, ilyen a blokklánc esetében nincsen, mert hogyha itt egy számot elütünk, akkor az elment is soha nem jön vissza. Hát igazából egyébként erre vannak ugye a különböző váltók, és akkor, hogyha őket használjuk, akkor
akkor van rá mód azért, hogy ők tudnak ott valamit hekkelgetni. Igen, tudnak segítgetni, mert az első körben az ő kriptójuk, és onnan ki tudjuk ugyanutalni a saját tárcánkba. Tehát amíg az ő rendszerüket használjuk, addig valamennyit ők tudnak azért segíteni, de természetesen az akkor is a mi felelősségünk. Hát én azt mondom mindig, hogy egy mosógépre, ha rászánunk x időt, hogy melyiket vegyük, akkor ugyanennyi időt azért szánjunk rá arra, hogy 10 év múlva miből szeretném kivenni a pénzt. És mindenképpen megéri, mert nem most kapom meg a fizetést ugyan, vagy nem most fogom tapasztalni, de hosszú távon szerintem már egy, hát egy év után is azért már látszik szerintem, hogy nagyjából, hogy halad. Hát mindig lehet fórumokon emberekkel beszélni. Szerintem a közösség is olyan itt, hogy nagyon segítőkész, viszont ez meg a másik, hogy sok a csaló is természetesen, és ezt is ugye nagyon sokan kihasználják. Tehát olyan, hogy csomagok, meg különböző sajnos ilyen MLM rendszerekre ket húznak rá a blokkláncra, és ebbe se kell teljesen, tehát ezekbe se kell megbízni. Ami fenn van nyilvánosan mindenhol a lekövethető nagy nevek a blokklánc technológiába, azokkal kell foglalkozni, én azt mondom, és akkor nagyon nem nyúl mellé az ember. Ugye azt kezdtük el beszélni, hogy kik számára javasoljátok, hogy egyáltalán kriptovalutával foglalkozzanak, és említetted, Péter, hogy azért egy minimális angol tudás szükséges. Még akkor menjünk tovább ezen a vonalon, hogy azért egyfajta informatikai képzettség is kell hozzá, meg pénzügyi ismeretek, vagy mi még? Szóval, hogy tényleg kik számára javasoljátok, hogy egyáltalán belevágjanak ebbe? Meg hogy milyen pénz, mert hát gondolom, aki épp a kis megélhetési pénzmennyiségét akarja gyorsan valami jó helyre helyezni, nem biztos, hogy neki ez a legjobb megoldás. Hát igen, hogyha nézzük a magyarországi váltókat is, a szolgáltatókat, ott tényleg részletesen magyarul, hétköznapi nyelven le van írva, hogy hogy kell regisztrálni egy pénztárcát, hogy kell beutalni, meg van adva minden lépés. Aki úgy érzi, hogy kezdő és angol tudása nem rendelkezik, és szeretne valakivel akár telefonon beszélni, akkor válassza őket. De hogyha a nemzetközi nagyokat nézzük, mint nem tudom, megemlítettem a Binance, vagy a Coinbase, vagy a Crypto.com nevét, akkor ők azért lényegében jóval nagyobb tőkét és biztonságot képviselnek a piacon, de ott azért van ez a KYC, ez a Know Your Customer, nem tudom magyarul, hogy is van. Ismer meg a ügyfelet. A vásárlót. Így. Aha. Tehát ezt most én úgy tudom, már Magyarországon is használja a NAV, hogy mobiltelefonon le kell fotózni saját magunkat ahhoz, hogy igazolni tudjuk. Tehát aki nem tudja megfordítani a kameráját a telefonján, vagy nem tudja feltölteni a képet, és nem tudja követni, tehát azoknak nem való a kriptovaluta befektetés, mert egyszerűen már ott, amikor arról van szó, hogy írjuk fel a jelszavakat, sokan meg se teszik. Tehát olyan alapvető problémák vannak sokszor, amivel mi is találkozunk és jönnek e-mailek, hogy az emberi tudatlanság és a felelőtlenségből adódik, amiért ő elvesztette a kriptopénzét. Mert többször volt olyan, hogy van egy pénztárca, MetaMask-nak hívják, ez egy Web3-as decentralizált, ilyen kis beépülő plugin a weboldalba, hogy megnyitotta többször, meg volt nyitva 30 weboldal, és nem zárta be az előző weboldalakat, amihez ő tranzakciókat csinált. Na mondjuk, aki ilyet csinál már, az már profilnak számít. Na az történt, hogy az egyik okos szerződés futott a háttérbe, és figyelte a másiknak, hogy mikor, hogy írja be a jelszavát. Jaj. És így el lett lopva a pénze. Tehát itt nagyon fontos, hogyha a kriptovaluta tranzakciókat, MetaMask-ot nyitunk meg, akkor mindig legyen egy oldal megnyitva már, és használjunk egy biztonságos böngészőt, itt mondjuk a Brave-et szoktuk ajánlani, és ne legyenek ilyen filmnéző programok rajta, ahol rengeteg ilyen vírus is, meg trójai be tud nézni, ami figyeli a gépünket. Tehát
a biztonság nagyon fontos. Tehát igen, a valaki... Egek, igen. Ehhez már meggyőződtem, hogy informatikai tudás azért az szükséges. Kell. De lehet így is, igen, de ez akkor van már, amikor ugye kimegy az ember magára a Web 3-ra, és ott próbálunk meg különböző decentralizált alkalmazásokat használni. Ha most én csak megszedném takarítani a forintom helyet, most kiveszem a forintomat, vagy eladom a Isten ments, mondjuk a házamat, az egész pénzt beletenném, de hogy mondjuk valamennyi részt, amit nem sajnálunk, ez nagyon fontos mindig, hogy mindig olyan pénzt használunk, amihez nem kell holnap hozzányúlni. Így van. Akkor, tehát én nekem azt holnap nem kell semmire. Uh-huh. Akkor én azt a pénzt nem még egy tévét veszek, hanem azt beteszem az én kezelt fiókomba, és akkor már például a Binance, a KuCoin, óriási váltók vannak, a Crow, ugye a Crypto.com, ez Crypto.com, ezekre beteszem, ez mind-mind biztosított, durvábban biztosított valószínű, mint sok-sok magyar bank. És ezek igen, váltják be nekem a kriptovalutára? Ezek a váltó cégek váltják át nekem és akkor náluk a forintomat? Én megmondom persze természetesen, hogy jó, akkor kiválasztom nagyon egyszerű felületen. Általában úgy hívják, hogy swap, ugye, hogy váltás, be se kell menni semmilyen tőzsdei trading vagy kereskedő felületre, hanem csak beírom, hogy van éppen dollárom, azt át akarom váltani BTC-re vagy Ethereum-ra, aminek utána jártam, és amiben bízok, és ezt egy másodpercet megadja, hogy jó, ennyi forintért ennyit fogsz kapni, pont. Átváltom, az az enyém. És hogyha azt feltörik ezt a váltót, ellopnak onnan bármit, akkor is meg lesz a pénzem, mert biztosítva vannak. Tehát van ez a módszer, és szerintem a 90%-nak ez, ami a legjobb és hosszú távon is használható megoldás, de és ez a kulcs, hogy itt van egy megoldás. Míg sok helyen ez nem volt sajnos elérhető, sima banki funkciók nem voltak sok embernek eddig elérhetőek, az most már így erre van lehetőség, és szerintem ez egy hatalmas... Egy gyors hozzászólnék még ahhoz, hogy kiknek ajánlunk, ugye próbáltunk válaszolni, de hogy mit ajánlunk. Ugye mi nem vagyunk befektetési tanácsadók, de az biztos, hogy fundamentálisan tekintjük át a kriptovaluta céljait, tehát hogy az a startup, mondjuk Ethereum után van még rengeteg startup, mondtam 19 ezer, hogy válogassunk csak a top 50-ből, és nézzük meg, hogy ki a csapat, mind dolgozik, fent vannak-e LinkedIn-en, visszaigazolhatóak-e, nem a avatárokat használnak, hol van bejegyezve a cég, mi a timeline, tehát hogy milyen mérföldköveket terveik szeretnének. Vannak. Így van. Vagy mi az előzménye a cégnek, azoknak az embereknek, akik náluk dolgoznak. Akár be lehet próbálni egy üzenettel. Volt, amikor én ráírtam a LinkedIn-en egy fejlesztőre, hogy nézzem már, hogy ez egy létező ember. Uh-huh. És ez fontos megnézni, hogy tényleg ne csak a coin színe és a logója alapján válasszunk, hanem szálljunk rá akár egy-két hetet is. Tudom, valaki... Igen. Meg van nekik, ugye mindenkinek, normális kriptósoknak, mindegyinek van Telegram csoportjuk. Így van, van csoportjuk. Discordon fenn vannak, ott a fejlesztőkkel lehet beszélgetni. Uh-huh. És ha nem a marketingesekkel. Ez valami, fontos. Igen. Akkor ők tudnak segíteni. Nem marketingesek, ha marketinges, az első három ember a csapatba, azokat ott kell hagyni. Uh-huh. Nincsen kivétel, mindegyik. Egyik se a fejlesztéssel fog foglalkozni, hanem az értékesítéssel. Igen. És minket ez nem érdekel. De a fejlesztő például, hogyha elszúrok valamit, nekem is volt olyan, hogy felmentem a weboldalra, valamit elszúrtam, mondták, hogy kell megjavítani, megcsináltam, és tényleg működött. És ez itt a hatalmas dolog, hogy mondom, itt a közösség, a közben az értéktartás természetesen, de mindig lesz valaki, aki tud segíteni. Persze kell tudni ehhez már azért angolul, de ezért javasoljuk azt mindenkinek, hogy inkább, ha bele akar csak kóstolni, akkor inkább a váltókra menjen fel, és ott
ott próbálkozzon. Világos, akkor végezetül miért gondoljátok, hogy ez egy biztos, biztonságos, hosszú távú befektetés, tehát hogy ennek van jövője? Röviden, hát ha 20 évvel ezelőtt megkérdezte volna tőlem valaki, hogy miért nem fektetek be a YouTube-ba, és mondta, hogy hát rakjak bele pénzt, mert nagy lesz a YouTube. Hát nem, használtam már akkor is, ugye csak nem hittem volna, hogy ekkorára kinövi. Hát az emberek ott készítenek tartalmakat nagy részben, a YouTuberek. Nagyon nagy hatalma van a YouTube-nak. A Facebook, a Tesla, tehát ezek olyan technológiai cégek, amelyek elég nagyra nőttek, és aki az idején betett kisebb tőkét, akkor az most tudott profitálni belőle. Tehát most ezek a kriptovaluta cégek lehet csak 5-10 vagy 25 év múlva lesznek nagyok, és ebből a 19 ezerből egyértelmű csak lehet, hogy csak 200 marad meg, de azt kell megértenünk, hogy az innováció, a blokklánc maga, az egy csodálatos dolog. Az mindenki aláírja. Tanulmányok vannak, egyetemen tanítják, ezen is probléma. A probléma ott van, hogy sok spekuláció miatt az egész kriptovaluta projekt összeomlik, emiatt nincsen fizetés, a programozók elmennek, ezért összeomlik, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez a kriptovaluta projekt, ez rossz volt, ez egy scam volt. Nem, a spekulánsok tették ezzé. Tehát, hogyha én azt tudom mondani mindenkinek, ezt tekintsünk úgy rá, mint egy hosszú távú befektetés, mely összeget egy innovációs startup cégbe rakjuk. Tehát ennyi szerintem. Sándor? És a jövőt látom benne, és azt, hogy az emberi tényezőt ki tudjuk teljesen venni. Nincs az, hogy holnap valamelyik banknak a feje, valamelyik pénzügyi rendszernek a feje azt mondja, vagy kiderül róla valami, vagy azt mondja, hogy hát én ebből egy csomó pénzt venni akartam most egy Lamborghinit, vagy venni akartam most egy házat, ki akartam menteni a pénzemet. Nincs ilyen. Egyszerűen nem ezektől az emberektől függ, hanem fejlesztőktől és olyan emberektől, akik a technológiába teszi a tudását. Ezek az emberek sokan nem egy egyetemet végeznek el, nem egyből van doktoriuk, és vagy diplomájuk, és olyan szinten tudnak. De soknak mondjuk nem biztos, hogy van diplomája, de akkor is olyan dolgokat meg tudnak csinálni, és olyan dolgot látnak, amiket hát a pénzemberek szerintem egyáltalán nem, és sokan szeretnének segíteni a közösségnek, az embereknek, és nem csak a saját zsebüket tömni. Igen. És bárki részese lehet. Igen, itt van még egy fontos kérdés, hogy így beszéltek erről a világról, ugye érezni, hogy ez most még tényleg nagyon ilyen szabadon működik, nagy a szabadság, hát és dekoncentráltság, igen, de ugye arról is olvasni folyamatosan, hogy például az Egyesült Államokban is folyamatosan azon agyalnak, hogy hogyan szabályozzák ezt a piacot. Igen, mert eleinte megpróbálták leállítani. Ugye még a 2018-as évben arról volt szó, hogy az összes kriptó az egy fekete pénz, a bűnözők használják, miközben én nem láttam még egy mafiózót se kriptót használni. Jól bujkálnak. Tessék? Biztos jól bujkálnak ott a digitális térben. Igen, a bőrönbe se az szokott lenni, a bőrönbe se kriptó szokott lenni, illetve tehát most az offshore számlákon se kriptó szokott lenni, ez mind-mind érdekes módon nem a kriptóhoz köthető, és olyanokkal példáloztak, hogy fogalmuk se volt az embereknek. A kriptósok ebbe az időszakban is ezzel szemben, mivel mi tudjuk azt, hogy ez egy technológia, nem érdekelt azt, hogy más mit mond. Igen. Ugyanúgy fejlesztettek, csinálták a dolgukat, és nem magyarázkodtak. És tessék most, már mivel ez a rendszer nem tudta lenyomni ezekkel a nagyon okos hasonlatokkal, meg fake newsokkal, nem tudta lenyomni a kriptóba vetett hitet, illetve ezt a közösséget, mert mi akkor is dolgozunk, és akkor is csináljuk. Ezért most már kénytelen azt mondani, hogy jó, akkor, akkor szabályozni kell. Igen. Na. Csak hogyha ez megint egy olyan dolog, hogy valamit, amit nem rajta múlik, és ez a valódi, ez a legjobb a kriptóban, hogyha nem rajta múlik. Nem tudják kontrollálni, ugye? Állami nem, igen, nem tudom kontrollálni, akkor kontrollálhatja. Bocsánat, ha a szabályozás tényleg szükséges, mert
ez így legálisabbá teheti, és jobban el fog terjedni a kriptovaluta, mint felhasználási eszköz, vagy befektetési eszköz. És szerintem ez a legfontosabb, hogyha ez a szabályozás végre már megtörténne, és meg lehetne utána már tudni, mert Magyarországon is voltak rá próbálkozások, hogy akkor hogy lehet ezután adózni, minden le legyen írva paragrafusba, akkor utána nyitott útja van a kriptovalutáknak, és akkor nem gondolunk most már úgy rá, mint valami sátáni dolog, hanem most már akkor legyen olyan szinten, mint egy fiat USA dollár vagy egy euró. Én nem kell semmiből se, sose szélsőségeket csinálni, tehát ez nem egy fekete vagy fehér téma, ugyanúgy ugye, ahogy mondtuk is, hogy a pénzbe is, a fiátokkal, a digitális pénzzel, a bankoknál is bármit meg lehet csinálni. Volt azért egy-két befektetési társaság is, akik nagyon jól szabályozottak voltak, mégis bedőltek. Ez nem ettől függ, és semmi se fekete-fehér, hanem valaki mindig megpróbál majd belenyúlni valamibe. És ami a nagy ebbe a kriptóba, hogy nem tud. Azaz senki nem fog tudni belenyúlni, ha nekem van egy bitcoinom, nem tudják megmondani, hogy ez a bitcoin, ez mégse ér annyit, ha bitcoint vettem, akkor az holnap is egy bitcoin. És nem tud senki hozzá, vagy egy tized, tök mindegy. Csak biztos igazából a nagy bankároknak, meg központi bankoknak azért csak csípi a szemét ez a szabad pénzmozgás. És ők ezért létre is hoznak különböző ETF-eket, különböző csomagolt pénzügyi megoldásokat, amiket ők találnak ki, és ezzel higítják az embereknek a pénzét, mert ők viszont valószínűleg tartom, hogy valódi bitcoin tartanak. És ez a különbség, hogy ők ugyan eladják az embereknek a, úgy mondják, hogy csomagolt bitcoint, vagy az ETF-et, amit ők megfelelő, hát ez ugyanolyan, mint az aranynál volt, hogy X aranyra X fiátot tudtak kinyomtatni, de én azt mondom mindenkinek, hogy kizárólag bitcoint vegyen, mármint úgy, hogy tehát kizárólag eredeti valutát, tehát kriptovalutát vegyen, ha akar valamibe befektetni, mert ha ilyen wrapped bitcoint vesz, az már valakinek a keze benne lesz, és ő azt el tudja venni. És nem biztos, hogy azt a csomagolt bitcoint ő át fogja variálni, és vissza fogja adni nekünk a bitcoinunkat, hanem lehet, hogy akkor az egy ilyen értéktelen kriptó marad. Sándor, igen, te nagyon kifehérettél közben. Igen, besüt a nap. Két időnk van. Nagyon elment az ide, semmi gond. Nagyon fehér lettél, igen. Igen. Péter, még gyorsan egész is ki valamivel, de aztán már le kell zárjuk a beszélgetést. Igen, tehát teljes mértékben egyetértek a Sanyival. Itt a legfontosabb az, hogy amit előzőleg említettem, hogy csúnya dolog a spekuláció. Tehát tartsuk tiszteletbe, hogy ezek a kriptovaluta cégek tényleg valami innovációt, valami egyedi értékesítési pontot, értéket akarnak teremteni. Tehát, hogyha meg lesz a megfelelő szabályozás, akkor ők is tudnak majd rendesen működni, és ha visszatérve az előző kérdésre arra, hogy kiknek ajánljuk, tényleg csak akik rászánják az idejüket, és a technológiai háttert is megértik. De addig ne rakjunk kriptovalutákba, mert akkor nem tudjuk, hogy tényleg azt vettük meg, amit tényleg szerettünk volna. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit bevezettetek bennünket a kriptok világába. Nagyon izgalmas ez a téma, és aki szeretne több információhoz jutni, ajánlom neki, hogy keresse fel a Kriptoda oldalatokat, mert ott nagyon sok fontos, hasznos, ingyenes videókat is találhatnak a hallgatók a témában. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!